Sziasztok! Ercsei Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. Mint talán sokan tudjátok, vagy értesültetek már róla, elmentem Kurdisztánba, méghozzá annak a törökországi részére, hiszen Kurdisztán, mint ország, önálló ország ugye nem létezik, és Kurdisztán fővárosába, Diyarbakirba, vagy ahogy a helyi kurdok hívják, Ahmedbe. Ilyenkor felmerülhet a tiszteletteljes kérdés az emberek fejében, mi az Istent kerestem én Kurdisztánban, és hogyan van ennek bármi köze is a borhoz? Nos, egyrészt nem csak a bor miatt szeretek utazgatni, hanem kulturális és egyéb dolgok miatt is, és hát Kurdisztánban és a vidéken, Törökország déli határán, vagy mondjuk Délkelet-Anatóliában, a szír és az iraki határ mellett rengeteg látnivaló van, erről egy picit majd mesélek is nektek. Másrészt pedig, bármilyen meglepő, itt látjátok mögöttem, van bor is a környéken, hiszen Midyat városka mellett Túrabdinban, vagy Túrabdin környékén, a Szolgák hegyén, Túrabdin egyébként ezt jelenti, ősi arámi nyelven, van két borászat is, a Siluh és a Midin nevű borászatok. A Siluh az az egykori kombinát, vagy nagy borászat, a Midin pedig egy újonnan alapított, mit tudom én, kb. 10 évvel ezelőtt alapított kisborászat, és például a Midin az idei 2023-as Concours Mondial de Bruxelles-en egy száraz fehér borával ezüstérmet nyert. Szóval nem teljesen kutyaütők az ottani borászok sem. És akkor egy picit arról, hogy mit csináltam én ott, és miért kerültem oda. Egyrészt mondhatnám, hogy Sajó Tamás miatt, aki művészettörténész, és ő járt arra 2018-ban vagy 2019-ben, és teljesen felcsigázott azzal, amit mesélt és amit írt. Másrészt ő hívta fel a figyelmemet kettő nagyon fontos, vagy legalábbis szerintem nagyon fontos olvasmányra. Az egyik egy angol, vagy amerikai, azt hiszem angol újságíró, William Dalrymple, a Szenthegytől Keletre című útleírása, a másik pedig, és ez ugye megjelent magyar fordításban is, a másik pedig egy ortodox magyar pap, Nagycsinák Gergely András könyve, a Tigris 10 szeme. A Tigris 10 szeme az nem más, mint a Diyarbakir mellett lévő ősi római időkben épült híd, egy bazaltból épült csodálatos híd, ami már legalább, tudom én, 1500-2000 éves, és mi meglepő, 10 bolt íve van, és alatta surran át a Tigrisnek a vize, a Tigris folyó, és a helyiek hívják ezt a Tigris 10 szemének. Na most, ez a vidék, ez talán a legkorábbi keresztény vidék, ugye tudjuk, hogy az örmények lettek elsőként keresztények, mint államvallás, de talán még az örményeket is megelőzte Egyessa, mai nevén Sanliurfa királya, aki fölvette a kereszténységet, és Sanliurfa nem messze fekszik Diyarbakirtól, vagyis Amidától, vagy Ahmedtől, Amida az ókori neve Diyarbakirnak, és ezért is látogattam el ide, mert hogy egyébként Sanliurfában is, de főként Diyarbakirban még mindig léteznek keresztény templomok. Ezt ne úgy képzeljük el, hogy római katolikus templomok, hanem mondjuk szír ortodox keresztény templom, örmény ortodox keresztény templom, káldeus templom, tehát csupa olyan keresztény felekezet, akik valamelyik hivatalos zsinaton, mondjuk a niceain, tehát mondjuk Krisztus után már 300 évvel, vagy 400 évvel, kihullottak a rostán, és eretneknek bélyegezték őket. Ezek többek között például a nesztoriánusok. Tehát itt bizony vannak ilyen templomok, sőt, nem csak, hogy templomok vannak, de nem múzeumként funkcionálnak, hanem van papjuk egyiknek másiknak, van felekezetük egyiknek másiknak, és istentiszteletet is tartanak. Persze sokat ront a helyzeten, hogy mind Diyarbakirban, mind attól délre, sőt, egész Törökország területén, először az 1800-as évek legvégén már a szultán elkezdte üldözni a keresztényeket, aztán ezt a munkát befejezték az ifjú törökök az 1910-es évek közepére.
ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy több millió, főleg örmény, de más, például szír keresztényt is kiirtottak a földszínéről. És nem csak a helyiek, bár a helyiek is tevékenyen részt vettek benne, mondjuk a kurdok, akiket felfegyverzett a török hadsereg, és ilyen irreguláris hadsereget szervezett belőlük, de a török hadsereg és a török adminisztráció is. Tehát ezeket az embereket megölték, eltüntették a földszínéről. Mégis bizonyos nyomuk, bizonyos maradékuk megmaradt, és még mindig élnek keresztények, nem csak Diyarbakirban, de attól délre, a határvárosban Midinben, és Midyatban, Tur Abdin, mondjuk központjában is. És mi az a Tur Abdin? Tur Abdin a szolgák hegye, amint említettem, itt még az ősi arámi nyelvet beszélik, ez mondjuk hát Krisztus nyelve, vagy annak legalábbis egy dialektusa, tehát például, ha Jézus Krisztus ma megszületne a földre, akkor ezt a nyelvet valószínűleg minden bizonnyal megérteni. És ezen a nyelven miséznek a templomokban, tehát egészen durva, egészen beszarás, és hogy hogyan imádkoznak. Hát képzeljétek el, hogy úgy imádkoznak kb. Mint a muszlimok. Tehát nagyon-nagyon sokáig tart az ima, nem úgy, mint a muszlimoknál, és földre borulnak, térdre, utána homlokukkal érintik a földet, és a többi, és a többi, és recitálják a Bibliát ugyanúgy, ahogy a muszlimok a Koránt. De nem arról van szó, hogy a muszlimoktól átvették ezt, az iszlámtól átvették, hanem képzeljétek el, hogy például Mohamednek, az iszlám profétájának, ha nem tudnátok, Nestorianus nevelője volt. És én arra tippelek, hogy amikor kialakult az iszlám, akkor egyrészt talán tudjátok, hogy a kezdeti időkben nem Mekka, hanem Jeruzsálem felé imádkoztak, és Mohamed kereste a kapcsolatot a zsidó rabbikkal, ez nem jött össze neki, másrészt pedig azt, hogy hogyan kell imádkozni, azt a korabeli keresztényektől, a Nestorianusoktól tanulta meg. És itt például ezekben a szírortodox templomokban a mai napig így imádkoznak. Tehát egészen durva. Másrészt pedig, ugye a Korán és az iszlám tiltja az emberábrázolást. A kereszténység nem. De abban a korban, amikor az iszlám kialakult, abban a korban éppen a bizánci egyházban és a kereszténységben úgynevezett képüldözés zajlott, tehát ezt is innen vette Mohamed, hogy nem szabad sem embert, sem Istent ábrázolni, vagy megpróbálni ábrázolni. Szóval egy csomó-csomó dalokban hasonlít egymásra az iszlám és a korai kereszténység. Na ez érdekelt engem igazán. A Lecsengés csak egy YouTube csatorna. Ha ennél is jobban érdekelt titeket a borvilága, akkor iratkozzatok be a Borkollégiumba, ahol olyan felkészült és szuper jófej oktatók várnak titeket, mint például én, Tali a Borkoliban. Az más kérdés, hogy a végén, hát, hogy is mondjam, rosszra fordult a történet, hiszen meg kellett szakítanom az utamat, még ott kéne, hogy legyek, de nem vagyok, itthon vagyok már Magyarországon, azért, mert valószínűleg Diyarbakirban, Kurdisztán fővárosában nem kellett volna fűt, fát összeennem és innom. Képzeljétek el ezt úgy, hogy például egy utcai sörbetárustól elfogadtam a réz kupába kiöntött sörbetet. Hát ezt nem szabad, hiszen milyen jégből, milyen vízből készült, mit főzött bele, mit tett bele, a jó Isten se tudja. Aztán bementem olyan éttermekbe, ahol a helyi specialitást, az egészben főtt birkafejet, vagy az abból készült levest, és persze a fejet árulták, és meg kellett kóstolnom nem csak a levest, az tök jó volt egyébként, hanem a birkának a fejét, és el kellett rágcsálnom a helyiek legnagyobb derültségére egy egészben egy birkaszemet is, ami egyébként kicsit olyan, mint a főtt tojás, de nem tudtam elvonatkoztatni attól, kicsit öklendeztem is, hogy vajon mi is ez, hát pontosan tudtam, hogy mit eszem. Aztán a dzsigerdzsikbe is le kellett mennem, pontosabban a helyi májasozókba, ahol kebabot sütnek májból, ez egyébként fantasztikusan jó, tehát ezt mindenképpen érdemes kipróbálni, illetve degeszre tömtem magam a hely specialitásával, Diyarbakir ugyanis nem csak a májasozókról híres, ami egyébként eredetvédett termék, tehát földrajzi eredetvédelmet érvez a helyi májkebab, hanem a dinnyéről, a görög dinnyéről, úgyhogy degeszre tömtem magam görög dinnyével is, na lehet, hogy ez se lett volna szabad, úgyhogy hiába ittam egy csomó-csomó rakit, és ne legyetek meglepődve, lehet bizony rakit inni, ha nem is az utcán, de mondjuk az éttermekben, hát ez nem segített. És hogy miből lehet érezni, hogy az ember nem Törökországban, hanem Kurdisztánban jár? Hát például abból, hogy senki nem beszél törökül, vagy csak nagyon kevesen.
Úgyhogy hát meg kell tanulnotok kurdul, hogyha arra jártok. A másik pedig, hogy amikor elmentek egy étterembe, és egy kicsit felöntenek a helyiek a garatra, mert mondjuk rakitisznak, vedelnek, akkor egy idő után elkezdenek kurd népdalokat énekelni, aztán kurd mozgalmi indulókat, és a végén mindig eljutunk oda, hogy a bebörtönzött kurd vezetőket éltetik, és Erdogan jelenlegi török elnök halálát kívánják. Ez teljesen normális Kurdisztánban. Ahogy az is, hogy tulajdonképpen a törökök miután a kurdokkal együtt, vagy a kurdokat felbújtva kiirtották az összes ellenlábasukat, örményeket és szirkeresztényeket, utána a kurdok ellen fordultak, és az elmúlt 100 évben a kurdok ellen viselnek háborút. Sőt, tulajdonképpen a török narratíva az, hogy kurdok nem léteznek. Ezek csak hegyi törökök, akik elfelejtették a nyelvüket. Nos, hát körülbelül egy olyan 20 millió, lehet, hogy kicsit több kurd él szerintem a világon, és Diyarbakir egy 2-2,5 milliós kurd város, ahol a katonákon és a rendőrökön kívül senki nem beszél törökül, csak kurdul. És a kurd nyelv az egy indoeurópai nyelv, teljesen különbözik a töröktől már hallásra is. Szóval például törökül, ha valamit például meg akarsz köszönni, akkor azt mondod, hogy tesekkür vagy tesekkür ederim. Kurdul ez úgy hangzik, spac. Szóval, ha már ott voltam Amidában, vagyis Diyarbakirban, akkor meglátogattam a városfalakat, amiket bazaltból építettek, ugye feketék, és ezért is hívták már az ókortól kezdve fekete Amidának a várost, és egyébként ez a világon a második leghosszabb egybefüggő városfal, vagy fal, az első egyébként a kínai nagyfal. Aztán meglátogattam a keresztény kolostorokat és keresztény templomokat, meglátogattam a nagy mecsetet, ami egyébként egy átalakított keresztény templom, ami körülbelül a 630-as évekig, ha jól tudom, egészen 638-ig keresztény templom volt, előtte a kereszténység előtt egyébként ókori templom volt, pogány templom volt, és azóta dzsámi, vagyis mecset, és meglátogattam a Tigris folyót és az azon átívelő hídat. Aztán beettem valamit, elrontottam a gyomrom, és elmentem még a várostól délre, mondjuk 80 kilométerre található Mardin városkába, ami mondjuk Mezopotámia kapuja, és egy ilyen hegyen fekszik, csodálatos fekvése van, és ránéz az alatta lévő síkságra, ami egyrészt már a mai Szíria, másrészt pedig az maga Mezopotámia, ugye ez görög szó, a két folyó közti területet jelenti, amit az arabok egyébként Al-Jazirának, vagyis szigetnek hívnak. Na most Mardin nem bazaltból, hanem ilyen mészszínű mészkőből épült, és ott is van egy csomó-csomó ilyen ősi keresztény templom, meg mecset, és ott már annyira rosszul voltam, hogy nem tudtam tovább utazni Midyátba, nem tudtam meglátogatni a Siluh és a Midin borászatokat, és egy csomó korai keresztény kolostort itt a környéken, hanem hazajöttem a Turkish Airlines-szal Diyarbakirból, úgyhogy még hátra van, hogy visszamenjek oda, és ezeket az elmaradt dolgokat pótoljam. Viszont addig is hoztam nektek egy bort, amit egy olyan borboltban, vinotékában vettem, ahol mind a tulajdonos, mind a felhajtó, aki engem bevitt a boltba, hát megrökönyödött, és utána 20 percig röhögött azon, hogy kóstolgattam a borokat, és kértem egy köpőcsészét, és kiköptem. Szerintem még életükben nem láttak ilyet, hogy valaki kiköpi a bort, nem is nagyon értették, hogy akkor mi a fenének veszem a számba. Szóval megpróbáltam őket egy kicsit edukálni, elmagyarázni, hogy ez hogy működik, de nem nagyon hittek nekem. Úgyhogy a lényeg, engem bolondnak tartottak, de vettem egy bort a Midin borászattól. A címkén a balutó az szír nyelven azt jelenti, hogy fa. Szóval fában, fahordóban, új fahordóban volt, ha jól tudom, 18 hónapot, és bogaszkere, rasegurnik és öküzgözű a három szőlőfajta, amiből készült, tehát vörösbort fogunk kóstolni. Viszonylag sötét, közepesnél sötétebb rubin színe van, némi lilás karimával. Aztán, ha megszagoljuk, akkor egyrészt le sem tagadhatja, hogy fában volt, méghozzá új fában,
Mert hogy van benne vanília, van benne cédrus, van benne csokoládé, étcsokoládé, van benne aszalcilva, megylekvár, sőt, még egy pici szeder is. Aztán, ha megkóstoljuk... akkor megint csak, ugye 2021-es az évjárat, nagyon-nagyon érződik még a fa, de nem ül rá egyébként szerkezetben a borra, tehát, hogy vannak tanninok, frissek, feszesek a tanninok, de nem szárítanak túlságosan, és ami pedig az ízképet illeti, oké, hogy ott van a vanília, de rögtön utána jönnek az aszalványok, rögtön utána jön a szilva, rögtön utána jön a szeder, rögtön utána jönnek a fekete erdei bogyós gyümölcsök, és a lecsengésben hecsedli lekvár, csipkebogyó, szilva lekvár, tehát ilyen, hogy is mondjam, nem megfőtt, de azért érződik, hogy ez bizony rendkívül meleg, mediterrán területről származó bor. És ami az igazi különlegességét adja, azon kívül, hogy tök jó egyébként, tehát teljesen jól iható, és rendkívül drága, hiszen a török borok köszönhetően Erdogánnak nagyon-nagyon túlárazottak, az az, hogy ezt szír keresztények készítik Túr Abdinban, a Szolgák hegyén. Ez volt a lecsengés. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornára, kövessetek a Facebookon és az Instagramon is. Szevasztok!